Krisztin Tibor 1981-ben szerzett matematikus oklevelet Szegeden, és azóta a Bólya Intézet munkatársa. 2000-től egyetemi tanár. Vendégprofesszor, illetve vendégkutató volt mások felett Memphisben, Edmontonban, Humboldt ösztöndíjasként Tampában, az Egyesült Államokban. Tudományos eredményeiről számos nemzetközi konferencián tartott előadást, 20 nemzetközi konferenciának volt plenáris előadója, 9 nemzetközi matematikai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Tagja az MTA Matematika Bizottságának és Doktori Bizottságának, az MTA Doktori Tanácsának, 2010-től az STE Természet és Műszaki Tudományok Tudományterületi Doktori Tanácsának elnöke. 2013-tól az STE Szenátusának tagja, és 2015-től az STE Habilitációs Bizottságának elnöke. 2014-től a Szegedi Akadémiai Bizottság alelnöke. 2011 és 14 között vezette a Bólya Intézetet. Krisztin Tibor a Bólya Intézetben elsősorban a parcionális differenciál egyenletek, dinamikus rendszerek, kalkulus főtárgyak oktatója, és emellett rendszeresen hirdett választható blokktárgyakat és speciális kollégiumokat is. Lelkiismeretes oktató munkájáról a hallgatók mindig elismerő véleményüket fejezték ki. 1998-ban elnyerte a Széchenyi professzori ösztöndíjat. Krisztin Tibor a nagyhírű Szegedi Matematikai Iskola jeles, nemzetközileg elismert képviselője. A Szegedi Alapítvány első fődíjasa, Szőkefalvi Nagy Béla matematikus tette magasra a díjazottak előtt a mércét. Őt azóta Tandori Károly, Csákány Béla, Csörgő Sándor, Szalai István matematikusok követték ebben a szellemi műhelyből. A Tudományos Kuratórium Szőkefalvi Nagy Béla díja az érdemes utódot ismeri el, aki tovább élteti ezen iskola, a szegedi matematikusok és a város tudományos rangját és hírnevét.